Én a Magyar Cukrászipartestületnek vagyok a társelnöke és ügyvezetője. Igazából az ipartestületnek, ami ugye a Magyar Cukrászok Ipartestülete, egy teljesen civil szakmai szervezet. Ennek a testületnek az irányításával, a menedzsmentjével foglalkozom, ez az én feladatom, és a rendezvények szervezésével. Az alap célkitűzésünk ugye a cukrász vállalkozás, a magyar kézműves cukrász vállalkozásoknak az érdekképviselete, a segítése. Ugye nagyon sokat változott a profilja magának a szervezetnek is. Régebben mondjuk a hatóságokkal való folyamatos vívás és az ilyen irányú érdekképviselet, illetve hát a lobby tevékenység, a jogszabályok véleményezése, javaslattétel, illetőleg relikviák gyűjtése, ez volt az alapvető fő profil. Mostanában már inkább úgy fogalmaznék, hogy mindezek mellett még jobban és még hangsúlyosabban kell koncentrálnunk magának a magyar cukrász szakmának a népszerűsítésére és a minőség hangsúlyozására, és egyfajta szemléletváltást szeretnénk elérni a kézműves cukrászatban is, mint ahogy ez lezajlott már a szakácsoknál és a gasztroforradalom. Mi ezt szeretnénk elérni a cukrászoknál is. Sokat fejlődtünk, mint amikor kibővültek a feladatköreink. Ebben nagyon-nagyon sokat jelentett a Magyarország Tortája projekt, ugye, amit 2007 óta minden évben most már kitűzünk. 2007-ben ez még nem egy verseny volt. Akkor az akkori kormányzat gyakorlatilag felkérte az ipartestületünket, és volt rá kb. 2 hetünk, hogy alkossunk Magyarország szimbolikus születésnapjára, ugye Szent István államalapító Szent István király ünnepére egy születésnapi tortát, hiszen Magyarországon a születésnapot tortával ünneplik, akkor miért nem legyen Magyarországnak egy születésnapi tortája? Ez ugye akkor nem volt verseny, azt hiszem 2 hetünk volt, úgyhogy éppen Zilla Laci alakított valamilyen madártáj tortát, vagy kísérletezett, összejött az elnökség, megbeszélte, stb. Jó, hát ez a legjobb ötletünk, ez lett akkor a Magyarország születésnapi tortája. Nem lett amúgy rossz, viszont ezt ugye már a következő évtől, 2008-tól erre már minden évben egy versenyt hirdettünk, és ahogy ennek a versenynek a népszerűsége nőtt, annál inkább sokszorozottak meg a feladataink. Ez a verseny és az ünnepi torta, az gyakorlatilag az évek során az állami ünnepségek részévé vált. Ilyen lett az évfagylati verseny, ami érdekes módon még sokkal régebb óta létezik, mint a Magyarország tortája, csak ez egy kis szakmai versenynek indult. Cukrászdák mérkőztek meg egymással fagyi témában, és kifejezetten csak a szakmának szólt. Ebben is elindult egy abszolút más irány. Évről évre egy picit mindig egyre jobban próbáltuk bevonni a lakosságot, a közönséget ebbe a versenybe. Lett először közösségdíjunk, ahol ismert embereket választottunk közönség zsűribe, és ők is odaítéltek egy díjat. Majd többször volt Szegeden, amikor már egy ilyen kisebb fesztivál formájában tudtuk megrendezni, ott a város mellé állt, és Klauzál téren a virágcukrászda, két virágcukrászda között tudtunk, ott már mondjuk volt mellette koncert, voltak programok, amik vonzották a lakosságot, és itt már meg tudtuk kóstoltatni, tehát ekkor már a versenyfagylatokat meg lehetett nagyon-nagyon kedvezményes áron kóstolni ezeken a rendezvények. És ennek a csúcspontja volt 2019, amikor Szombathelyen már tényleg echte fesztivál formában, egy ilyen fagylat fesztivál formájában tudtuk ezt megrendezni. Turisztikai értéke véleményem szerint mindenképpen van. Külföldiek mondjuk egy Magyar Ízek utcájában, amikor mondjuk itt 3 nap alatt, augusztus 20-án közel 50 ezer szelet torta fogy el Magyarország tortájában, ott is rengeteg a külföldi, és ott is rácsodálkoz, és ott is gratulálnak nagyon sok, hogy akkor, és keresik, hogy akkor a Magyarország nemzeti süteményét szeretnék megkóstolni, és hol van. Erre még egy picit erőteljesebb kommunikáció is tudná ezt még fokozni, amit külön irányban tudnánk kifejezni, de talán a turisztikai ügynökség majd ebben szerepet tud vállalni, népszerűsítse. Amúgy már olyan volt, hogy még a Vizer járatainak a kis katalógusában Magyarország-Budapestre vezető úton lehetett olvasni Magyarország tortájáról, és hogy keressék a külföldiek is ezt a süteményt minden évben. És úgy látjuk, hogy keresik. Tehát a magyar cukrászatnak óriási tradíciói vannak, tehát egy nagyon biztos és jó bázison nyugszik. A
hát az úgy, hogy nevezzük, kommunista éra, vagy ez a rendszerváltás előtti időszak talán, hogyha így lehet folyamozni, így szoktak sokan utolni. Ez nem nagyon segített nyilván a cukrászatnak is, a cukrászatnak sem. Értem itt a minőség iránti elköteleződést, és milyenné vált a kereslet és a kínálat, de az oktatásban is rengeteg dolgot meg kell újítani, ebben is részt veszünk. Most is folyamatosan, de alapvetően a magyar cukrászat hagyományai megadják azt az alapot, hogy lehessen jót kínálni. Nemzetközi színpadon is már fejlődés van, ha megnézzük, most nyerte meg Mennyhárt Attila a World Chocolate közép-európai döntőjét, úgyhogy Párizsba kerül. Fazekas Ádám fagylaltjával világbajnok lett szintén nemrégiben. Úgyhogy vannak nagyon kiemelkedő cukrászok, és nagyon kiemelkedő tudású cukrászok. Most kezdünk visszatérni újra a nemzetközi porondra. Amikor maga az ipartestület 2010-ben junior cukrászvilágbajnokságot szervezett, ami szintén, én úgy gondolom, hogy egyedülálló Magyarországon egy civil szakmai szervezet esetében, hogy egy ilyet meg tud szintén önerőből szervezni, akkor ott tartottunk, hogy a junior versenyzőink is mondjuk a 13 ország közül, aki ezen részt vett, és itt Japán, Dél-Korea, Németország nagyon sokan voltak, akkor mondjuk egy 8.-9. helyen tudtak zárni, hogy ha elmentünk egy World Skills versenyre, vagy egy máshol rendezett junior, akkor szintén ez volt ez a reális. Tehát van hova fejlődni, mi pedig azért dolgozunk, hogy ez a fejlődés meg is történjen, és majd nemzetközi porondon is majd egyre jobb eredményeket érünk el. De mondom, vannak már nagyon jó eredményeink. És fagylaltban határozottan állítjuk a kollégám, és a fagylaltban a magyar cukrászok világszínvonalúak. Engem személyesen ugye 15 éve érkeztem a szervezethez. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy maga, ami a legjobban motivál, és ami itt tartott ebben a szervezetben, az maga a közeg. Ez a szervezet, ugye a gasztronómiában, a turisztikai szektorban is rengeteg szakmai szervezet létezik, akik sokszor még fújnak is egymásra, megosztják egymást, és ez a gasztronómiára abszolút igaz. Tudomásom szerint nincs másik ilyen cukrász szakmai szervezet, csak a miénk, ami valóban működik, közel 400 tagvállalkozás, és nem 400 emberről beszélünk, hanem 400 vállalkozásról alkotja a tagságunkat teljesen önkéntes alapon. És van egy olyan működő elnöksége, van egy olyan aktív közös mag, ami egy igazi közösségi élményt ad. Tehát jó emberek vannak, jó emberek dolgoznak, és jó célért küzdenek ebben a szervezetben, amivel teljes mértékben azonosulni tudok. Létrehoztunk egy olyan tanműhelyt, ami több rölédesszert a külföldi mester szerint is magnifik, vagy eljön egy hazai cukrász az első itteni tanfolyamára, körülnéz, és azt mondja, hogy hát gyerekek, ez nagyon náza. Tehát, hogy ezt meg tudtuk csinálni partner cégek segítségével, ami viszont azt jelenti, hogy érdemes nekünk partnerünk lenni, és tényleg nem kevés eszközzel, géppel támogattak minket. És az elmúlt időben pedig már az ITM-től is kaptunk arra, hogy fejleszünk támogatásokat. Mindezt meg tudtuk valósítani, ez egy óriási dolog. És újabb óriási távlatokat nyitott, tehát hogy mi az, ahova még lehet fejlődni. És hát emiatt érzem úgy, hogy van még itt dolgom, van még feladatom. Egyrészt büszke vagyok az eredményeinkre, és szeretnék még büszkébb lenni az újabb eredményeinkre, majd még újabb 10-15 év múlva meglátjuk, hogy hozza az élet.